A lengyelek elvárják, hogy Németország jóvá tegye a második világháborúban okozott károkat, jelentette ki Andrzej Duda a lengyel elnök a második világháború kitörésének 85. évfordulóján tartott megemlékezésen, Fjelunyban. A háborúban elszenvedett vereségeinkért nem csak egy lehetőség, hanem meg is kell fizetni a jóvátételt. Mi lengyelek ezt elvárjuk. Éppen úgy, ahogy az egész szabadvilág azt várja, hogy Oroszország megfizet majd az Ukrajnában elkövetett bűnökért és pusztításért, mert ez jelenti az igazságszolgáltatást, mondta a lengyel államfő. A német határ közelében található vialuny volt az első város, amelyet a Luftwaffe bombázott 1939. szeptember 1-én. A város háromnegyed része megsemmisült, 12 ezer ember vesztette életét, ők voltak a háború első civil áldozatai. Az első európai ütközet helyszíneként számon tartott Westerplatte félszigeten is megemlékezést tartottak, ott Donald Tusk lengyel miniszterelnök mondott beszédet. Nem elég a megbékélésről beszélni, nem elég a főhajtás és a bűntudat most azok részéről, akik annak idején megszállták Lengyelországot és kirobbantották a második világháborút. Az a legfőbb bizonyítéka, hogy megértettük a leckét, hogy jelenleg egész Európa, a Nyugat és a NATO a védelemre készül fel. Arra készülünk, hogy megvédjük magunkat az agresszióval szemben amelynek az ukrajnai hadszintéren vagyunk a tanúi, jelentette ki a lengyel kormányfő. A Westerplatte félszigeten volt a lengyel katonai tranzitraktár, amelyet a hitleri Németország ugyancsak 1939. szeptember 1-én támadott meg.